Ez az egyik nyíregyházi építő és tüzelőanyag kereskedés telephelye. Így a fűtési szezonban természetesen itt is az érdekli leginkább a vásárlókat, hogy a tüzelő milyen áron kapható. Sokaknak ugyanakkor gondot okoz, hogy nem tudják hazaszállítani a megvett árut, így inkább olyan eladó után néznek, aki házhoz viszi a tűzrevalót. valót. Egyre jellemzőbb, hogy a helyi újságok hirdetési rovataiból, illetve az internetes fórumokról gyűjtik össze a rendkívül előnyösnek tűnő ajánlatokat. Az olcsó, jó minőségű, száraz jelzők számos tűzifa hirdetésben felbukkannak. Nem árt ugyanakkor tudni, számos trükköt alkalmaznak a csalók a vásárlók jó hiszeműségével visszaélve. 35 perc című műsorunkban az egyik tűzép tulajdonosa személyes történetét is elmesélte. Felhívtam anonimként egy tűzifa hirdetésben szereplő telefonszámot megadtam a telepemnek a címét, nyilván nem közöltem, hogy az a kereskedés, az egy tüzelőanyagkereskedés, kereskedés, és megbeszéltem az úrral, hogy kalodába hozza a fát nekem, kértem, mennyi lehet benne, 5-6 mondtam, persze hozzá, bejött a telepre, és már akkor láttam, hogy nem akar kiszállni az autóba, már nekem valami gyanús volt, meglepődött, hogy ő nem erre számított, és akkor kimentem elé az udvarra megelőzve, hogy még mielőtt elmenjen, és mondtam, hogy hát ez az a hely, és akkor le kéne rakni a fát, de előtt álljon már le, legyen szíves a híd mérleg, le, mérni a fának a mennyiségét, le szeretném ellenőrizni, de hát ő karodára adta nekem, mondom, rendben, hát azt mondta nekem, hogy 5-6 van egy kalodára, ha öt mázsa van benne, akkor megveszem öntől az összes fát. Hát adott egy kövérgázt és kihúzott a telepről. A szakember hozzátette, ránézésre három és fél négy mása lehetett a teherautón az ígért 5-6 helyett. De olyan esetről is tud, ahol a 40 másának mondott tüzelőről kiderült, hogy mindössze 27. Azt javasolja a tűzifa vásárlás előtt állóknak, hogy körültekintően ellenőrzött forrásból, lehetőleg köbb méterre és ne súlyra vegyék azt meg. Ha mégis az utóbbi mellett döntenek, az eladóval közön sem menjenek be egy olyan telepre, ahol le tudják mérni a teherautót. Ha az árusára nem hajlandó, az legyen gyanús. Az azonosító dokumentumok meglétét pedig mindig ellenőrizzék le. Ha hivatalos helyről veszi, tehát ahol esetleg mérleg van, akkor ott egy digitális mérlegen, tehát nyilván kinyomtatott mérlegi egy, ez egy hitelesített mérlegnél ott nem lehet benne. Tehát egy tűrés határ 10-20 kg, nyilván több mázsás tűzifánál, 10-15-20 mázsa tűzifánál az egy jelentéktelen lehet, de hát lehet az a 10-20 kg ide is, meg oda is. illetve ha erdészettő vagy olyan helyről veszik, akkor ott is hivatalos szállító legyen, erdész által leköbölt és hitelesített szállítólevél, hogy ez ennyi köbméter. További hasznos tanácsokat a Nébi weboldalán is találhatunk. Az elmúlt években egyébként jelentősen csökkent a kereslet a szilárd tüzelőanyagok iránt, köszönhetően annak, hogy egyre többen fűtenek gázzal. Emiatt a tűzifa ára is mérséklődött közel 10%-kal az előző szezonhoz képest. A szakemberek szerint egyébként érdemes minél korábban is száraz tűzifát beszerezni, az összetélen megvett frissen vágott fának ugyanis nagyon edvesség tartalma, és mint Wengrinyák Tibor fogalmazott, nem elég, hogy a fa mellett a vízért is fizetünk, az ennek eltávolításához szükséges energia is pluszköltségként jelentkezik.